Szervusztok, üdvözlök mindenkit, aki már ismer, tudja nevemet, nem akarom még egyszer megmondani, de a csatornámon meg lehet találni. Pár héttel ezelőtt felraktam egy videót az itteni játszótérrel kapcsolatosan. Szégyellem megjelenteni a nevét, sajnos, mert szégyellem kell, mert itt változás nem történik az én nevem, akkor most elmondom, legyen akkor elmondom, Babai Karcsi vagyok. 6-os telepen élek jelenleg. Angliából jöttem haza, kint éltem 5 évet. Hazajöttem pár hónap, hogy egy kicsit tanuljak új dolgokat, hogy úgy tudjak visszamenni, mert nem akarok itt maradni. De mégis egy problémám van. Vagyis van több is. De a legnagyobb problémám, most amit már a múltkor elmondtam a játszótér kapcsán, senki nem figyelt oda rá. Annyit értünk el vele, hogy a Máltai Szeretett Szolgálat ide kijött, lenyírta azon a rossz játszótéren, amit én annak nem neveznék, lenyírta a füvet, most már egy kicsit jobban tudnak ott játszani a gyerekek, de ide nem jönnek ki patkányt írtani. A városban máshol nincsenek patkányok, nem úgy van, mint ahogy én, amikor kim voltam Angliába, Leedsben laktam, meg ott is fogok újra. Ugye folyók vannak, nagyváros, Angliának egyik iparvárosáról beszélünk, rengeteg patkány van, ott azt nem hagyják, így kiteszik a patkánymérgeket, jönnek, írtanak, foglalkoznak minden egyes személlyel. Itt meg nem foglalkoznak. Miért? Szegregálják az embereket. Szegregálják. Azért az a lényeg, hogy te most sváb vagy, vagy magyar vagy, vagy cigány vagy. Senkinek itt semmi nem számít. A cigány az... sajnos az nem ember. Mit lehet ezzel itt kezdeni? Én tudom, hogy ezek a videókkal nem sokra fogok menni, mert nem sokra. Meg itt előadhatja magát pár ember itt a városban, hogy ő ekkora vajda, meg akkora vajda, meg ekkora főbíró, meg akkora főbíró. Meg én rám is lehet mondani rosszakat, de az dobja rám az első követ, aki nem olyan, mint én. Te követ nem fog tudni rám dobni. Nem fog tudni. Mert én nem megyek kódulni, nem is mentem soha senkihez. Nekem megvan a magam kis pénze. Azt én az elmúlt 5 év angliai történetemnek köszönhetem. Ahogyan megyek is oda-vissza, amilyen csak meg tudom tenni, csak hazajöttem tanulni egy kis szakmát a feleségemmel együtt, meg a gyerekemmel együtt, aki ott született kint. Gyerekek, ez itt nem élet. Itt a cigánynak nem adnak életet. Már megint ezt kell, hogy mondjam. Lemegyek a városba, mindenhol, szép játszótér. Már mutattam az előző videómban, hogyha érdekel, nézz vissza a csatornámon. Ez játszótér a gyerekeknek. Azt mondja egyik gyerek a másiknak, hogy halljál meg a rákigye ki a gyomrodat. Én is cigány vagyok. Az asszonyom is cigány. A gyerekem is cigány. Mi nem tanítunk ilyet a gyerekeinknek. Itt mégis ez normális. Ez így nem fér össze. Itt lakunk a nagy pusztulatban. Ilyen fölkelek, azt hallom, hogy cincognak a patkányok a házam előtt. Hát én nem etetem a patkányokat. Azt mégis arra kelek fel, hogy így csinál a patkány, hogy cin. Hát az nem egér, az patkány. Tudod, mert az egér az csendben van. Általában a patkány is. Mert aztán Angliában is van rengeteg sok patkány. Most állatról beszélek, nem emberekről. De hogy van ez, kérem szépen? A polgármesteri hivatal mit csinál? Mire teszél a pénzt? Mindenki ember, csak az nem, aki most jelen esetben 6-os telepről beszélek. De mész telep ugyanilyen? Ott még csatorna sincs. Ezek az emberek nem méltóak az életre, a normális körülményekhez. Miért nem azok? Mi miért nem vagyunk azok? Jó, most mondhatod rám, én úgy nézek ki, mint egy paraszt, gágyó külsőm van, nézd, mi kopasz is vagyok. Na. Érted? Te testvérem, én tanult ember vagyok. Nekem főiskola diplomám van. Mit érekel itt vele? Mit? Hazajöttem kicsit meglátogatni egyetlen egy szülőmet, édesanyámat. Itt pusztulok a házába. Itt ebbe a környezetbe, néz körbe. Na néz körbe. 6-os telep. Ez egy 6 gangos ház. Ha akarod, még az utcát is megmutatom neked. De még mindig nem értem,
hogy ezek az emberek ebbe a nagy világi életbe, ami itt folyik, azt beást